Jó estét kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket! A Szív TV a mai nappal új sorozatot indít, amely a tűzoltókkal, a tűzoltók munkájával foglalkozik. Tűzoltás, segítségnyújtás baleseteknél, vagy esetleg egy elzsibbadt lábú zsiráf felállítása. Nem is sejtik, hogy az élet hányféle területén vannak jelen, milyen sok esetben segítenek. Tekintsünk most bele ebbe az áldozatos munkába. Amikor bajba kerülünk, lehetőleg azonnal segítséget akarunk kérni. Lássuk, milyen megfeszített munka, milyen apparátus dolgozik egy lehetséges riasztás mögött. És természetesen a tűzoltókat, akik 60 másodperc, ismétlem 60 másodperc elteltével már indulnak is a helyszínre a megfelelő technikával. A tűzoltóság száma 105, a többi már rajtuk múlik. Itt a tél beindul a fűtési szezon, ami önmagában véve természetes folyamat. Azonban nem is gondolnák, mennyi veszélyt hordozhat magában ez az időszak. Kicsit felelőtlenek vagyunk, amikor a jó szándéktól vezérelve sajátos módon próbálunk enyhíteni a dermesztő hidegen. Vizsgáljuk meg a tavalyi tél ezen időszakát. Üssük fel az eseménynaplót egy szomorú történetnél. A 14-es számhoz kaptunk egy riasztást, a riasztás úgy szólt, hogy első emeleti ablakból füstölt ki. Amikor megérkeztünk a helyszínre, valóban úgy történt, elég tetemes mennyiségű füst áramlott ki az ablakon. Elsődlegesen felderítésként az épület hátoldalán lévő ajtóhoz próbáltunk odajutni, az ajtót befeszítettük, betörtük. Ugyanakkor ezzel egy időben az utcafronton, az ablaknál is megkezdtük a felderítést, egy darab kiúzós létránál két fővel sugárvédelem mellett. A betört ajtón keresztül megpróbáltunk behatolni az a lakásba. A behatolás nagyon körülményes volt, az ott fölhalmozott mindenféle lom miatt. A lomok és
és az egyéb hulladékok között megtaláltunk egy idős férfit, életjelenségeket nem tapasztaltunk rajta, azonnal kihoztuk, lefektettük a földre, megvizsgáltuk, továbbra sem találtunk rajta életjelenségeket. Mentő a helyszínen volt, mentő már sajnos csak a halálát tudta megállapítani, a halálokon mondta a valószínűséget, füstmérgezés. A tűzoltás a folyamatban van, még van jelen pillanatban is. Jelen pillanatban is folyamatban van a tűzoltása, mivel az itt fölhalmozott nagy mennyiségű gyűjtött hulladék, illetve mindenféle lom nagyban akadályozza a tűzoltását. A nagy hőmérséklet hatására a födém is beszakadt, ez a törmelék alatt nagyon sok izzórész van még, amit megpróbálunk kihozni. Jelen pillanatban kettő sugárral dolgozik a két raj, a 13-1-es és a 14-1-es fecskendő raj. A statikus pontos megállapítása csak akkor várható, amikor már a füst eloszlott a lakásban, és a végleges felmérés meg tudja csinálni. Elsődleges megállapítás szerint ez a lakás már lakhatatlan. Egyébként is csak a lakás teljes kiürítése után lehet megállapítani, hogy milyen mértékben sérült a lakás, illetve az alattunk lévő lakás, mivel igen nagy mennyiségű vizet használtunk el az oltáshoz. Eddigi ideig kb. 8000 liter vizet használtunk el a tűzoltásához, várható még további 2 illetve 4000 liter víz felhasználása. Az élet idén is kitett magáért, nem olyan régen Budapesten hasonló esethez riasztották a lánglovagokat. Szerencsére itt nem történt tragédia. Éjfél után nem sokkal kaptuk a riasztáshoz Lebel út 82 szával, ahol egy belső udvaros épület első emeleti lakásséget teljes terjedelmébe kiérkezésünkkor. A tüzet viszonylag rövid időn belül körülhatároltuk, és kb. 10 perces munkálat során eloltottuk. A
A tűzeset kapcsán szerencsére személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár sajnos így is jelentős, mivel a lakás gyakorlatilag földé vált egyelőbb. A világon a legnagyobb kincs a gyermek. Nincs annál nagyobb tragédia, mint amikor a szülőként kénytelen eltemetni saját gyermekét. Ezt a fájdalmat még fokozhatja az a tudat, hogy a történtekért önmaga a felelős. A következő két sorok nem ennyire tragikusak, azonban mindenképpen érdemes elgondolkoznunk azon, hogy az események másképp is történhettek volna.
tűzoltáson kívül a tűzoltók feladata a közlekedési balesetek úgynevezett műszaki mentése is. Az összeroncsolódott járművekbe szorult emberek sokszor holttestek kiszabadítása. A most bejátszásra kerülő filmkockákat csak erős idegzetű nézőink tekintsék meg. Ez nem rekonstruált jelenet, itt maga az élet volt a rendező. Annyira, hogy a sérült szemét a mellett.
mentősök elszállíthassák, a többi személyt pedig a helyszínen és után szabadítottuk ki a jármű roncsai közül, mint egy fél órás munkával. De most folytassuk valami vidámabbal. A tűzoltók életében néha előfordul olyan esemény is, ami nem teljesen megszokott. Riportunk ebbe enged betekintést. Mikor legutóbb hallgattam a híreket, azt mondták, hogy nem lesz szükség rá. Én is, szervusz. A 70-es évek vége felett történt, hogy egy kéménytűzhöz kaptunk riasztást. Két tőlem jelentősen súlyosabb kollégámmal érkeztünk ki a helyszínre. Hát a felderítés során én elindultam kint kb. 3 emelet magasságban a tűzoltó járdán, mintán a kollégáimat túlsúlyt miatt nem akartam kiküldeni. Aztán engem is meglepetés ért, mert a járda vége szabadon libegett a levegőbe. Addig szép nyugodtan sétáltam rajta, amikor ezt észrevettem, gyorsan hátraarcot vettem, és guggolásba tértem vissza a kiindulási helyre. Majd ezt követően a kéménytövénye kibontottuk a cseleteket, és innen kimászva végeztem a kémének a kitisztítását. Mivel ebben az időszakban futott a tévében a Gékerek című tévésorozat, ami Gékerekről szólt, tévések mintakinta volt, és én pedig a kémény kitisztítása közben elég szép szint, szép fekete szint vettem magamra, a kollégáim ezek után természetesen kuntaként tebetlenül szólított egy jó darab.